Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök minden meseszerető gyermeket és felnőttet a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár Csokonai Könyvtárában a Népmese napja tiszteletére rendezett délutánunkon. Külön tisztelettel köszöntöm mai vendégeimet, dr. Juhász Zsuzsanna gyermekorvost, Fodor Józsefné katolikus hitoktatót, Kis János tanárurat és kosárlabdaedzőt, Ferenci Pálné Irénkét, a Nagykun református általános iskola pedagógusát, aki a mai napra elhívta hozzánk a karcagi Nagykun református gyülekezet Sola Gratia énekkarának tagjait is, őket is köszöntjük együttes. És köszönöm, hogy igazgató úr, Szepesi Tibor is megtisztelte a mai rendezvényünket. Minden évben országosan október első hete a könyvtárak és a könyvtárosok ünnepe. Jó lenne, ha az év 40. hetében egy kicsit több figyelmet kapnánk, többen jönnének el hozzánk, és együtt ünnepelhetnénk az olvasást és a jó könyveket. Mert a könyvtár az a hely, ahol találkozhatunk olyan emberekkel, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és akikkel jó beszélgetni. A szóbeliséget, mintha napjainkban újra felfedeznénk. Mert beszélgetni jó. És persze nem csak a mindennapi gondokról. Beszélgetni lehet az élet nagy kérdéseiről, a minket körülvevő állatokról, növényekről és az érzésekről. És persze egy jó történet az mindig segítség lehet ezekhez a beszélgetésekhez. Szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja, 2006 óta Magyarországon a névmese napja. Ebből az alkalomból hirdettük meg azt az illusztrációs pályázatot, amelynek legszebb darabjait már pénteken díjaztuk, és erre a mai rendezvényre is készülve kiállítottuk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy több mint 200 gyermekhez jutott el a mesék hívószava, és adták be a pályázatra szebbnél szebb munkáikat. Mert ég a gyertya, ég, el ne aludjék, aki lángot akar látni, mind legugoljék. Magyar szakos tanárként, könyvtárosként és drámapedagógusként is azt tapasztalom, hogy a népmesék segítenek legugolni és lángot látni. Hogy a mesélés idejére egyidősek és egyenrangúak lehetünk. A legfontosabb, amit a gyerekeinknek adhatunk, a tudás arról, hogy a világban rend van, amelyben a jó győz, és a rossz elnyeri méltó jutalmát. Vagy a büntetését, bocsánat. A gyerekek folyamatosan keresik magukban és a világban a hőst, mint ahogyan a varázslatot és a csodát is. Ezért van szükségünk a mesék adta bizonyosságra, hogy semmi sem lehetetlen, hogy a célokért érdemes elmenni, még az óperencián túlra is. És hogy mennyi hamuba sült pogácsát kaptak a tarisznyájukba a mai vendégeim, azt hamarosan megtudhatjuk tőlük. Első vendégem Ferenci Péterné Irénke. Hát ő Karcagon született, és 20 hónapnál fiatalabb kisugával együtt gyerekeskedtek. Sok időt töltöttek nagyszüleiknél, ahol gyakran hallgatták a jó szót a sezlonyon ülve, azt se tudjuk mi az, hogy sezlony, szerintem sokan a teremben, nem szép szó egyébként, és ha ez a sezlony mesélni tudna, akkor mit mesélne, hogy ki volt az, aki nálatok a családban ezt a mesélést felvállalta. Nagyon szerettük hallgatni a nagyapáink mesélését, mert az egyik nagyon komoly dolgokról tudott nekünk mesélni, a másik pedig jó nagyokat tudod lódítani. Így aztán az egyiket ezért, a másikat meg azért szerettük. Persze azért megvolt az is, hogy kikérdezték tőlünk, amit az óvodában tanultunk, azokat a verseket, meséket. Úgyhogy felváltva meséltünk, hol ők, hol pedig mi. Főként akkor, hogyha egy-egy betegség alkalmával ott töltöttük a napjainkat, míg a szüleink dolgoztak.
Akkoriban nem volt tévé, és ez nagyban befolyásolta az olvasási szokásokat, úgy gondolom a tiédet is, hiszen azt állította Irénke néni, hogy ő már másodikos korában elolvasta az Egri csillagok című regényt, ami nem vékony, ezt aki esetleg már látta, tudja, hogy ez egy jó vastag regény. Csoda gyereknek számított-e? Nem, egyáltalán nem. Abban az időben még szerettek olvasni a gyerekek, vagy legalábbis én azok közé tartoztam, alig vártam, hogy már megtanuljak olvasni, és nagyon érdekelt, hogy egy-egy történetnek mi lesz a vége, mi lesz a szereplőkkel, így aztán az sem zavart, hogy sokat kellett olvasni, mire a végére értem ennek a történetnek, de egyszer csak kikerekedett, és sikerült. És szeretted. Nagyon szerettem. Meg hát Eger közel van hozzánk, és akkor gondolom egy kirándulás alkalmával meg is erősítetted mindazt, amit ott olvastál. És akkor azt is mesélte nekem Irénke néni, hogy kisiskolás korában lett tagja a Zsákai Katalin vezette Hangocska nevű csoportnak, hogy mit kell erről a csoportról tudni, mert én nem voltam tagja sajnos, de te olyan nagy lelkesedéssel mesélsz róla. Igen, nagyon szép emlék. Igazából olyan volt, mint manapság is egy-egy drámás csoport, de mi nagyon sokat foglalkoztunk a zenével. Általános iskolás korunkban működött egyébként ez a csoport, és eljátszottuk mozdulatokkal, amit a zenéről gondoltunk, amit a zenéről éreztünk, és egy nagyon emlékezetes előadás volt a Déri Mély színpadán, a Hári János, amit előadtunk. Nagyon sokat készültünk rá, és nagy örömmel játszottunk. Hárit nem is olyan régen beutott egy másik iskola is, a Kovács Mihály tagiskola, nem egy jó pár évvel ezelőtt, és az is nagy siker volt. Későbbi életed során is veled maradtak a mesék, óvónőként, tanítóknőként és édesanyaként is. Két nagy fiú édesanyja vagy. A fiúk szerették, a anya mesélt nekik, tehát, vagy kinek a feladata volt nálatok? Igen, a legtöbbet én meséltem nekik. És jó sokat. Szerették nagyon hallgatni a meséket. Rendszeres volt, hogy este elalvás előtt meséltem nekik. Szerették azt is, amikor saját magam találtam ki a történetet, de azt is, ha olvastunk. És ők kiválaszthatták, hogy most melyik mese legyen. És ma nem érkeztél hozzánk egyedül, hanem jött veled az énekkar is. Szeretném, ha bemutatnád őket néhány szóval, hogy mikor alakultatok, és hogy mit kell rólatok tudni. Hát, hogy mikor alakultunk, ez mindig olyan fogós kérdés, ugyanis az énekkar a református gyülekezetben jóformán mindig is működött, de ebben a felállásban, ahogy most vagyunk, így nagyjából 13 éve éneklünk együtt, és az énekkar tagjai, a gyülekezet tagjai is egyben, szülők, pedagógusok, akik a református iskolákban tanítanak, a gyülekezet tagjai és olyan emberek, akik fontosnak érzik azt, hogy Istenről énekeljenek, Isten dicsőítsék az énekeikkel. De persze ez a mai estén másképp is lesz, mert igazán világi népdalokat is tudunk énekelni. Nagyon-nagyon szeretünk énekelni azért, mert feltölt bennünket, és hódfáradtan esünk be egy-egy próbára, de a végére mégis megújulva és energiát nyerve távozunk. És ez jó. Köszönöm szépen, és akkor halljuk azt az első népdalt, és halljuk ezt a együttest. Gyertek ki! Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt, úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt. Mulassunk hát egy vagy két óráig, lépócsunkat még ki nem adják itt. Még búcsunknak hamar vége lészen, szegény legény akárhová vényen, akármerre fordítsak a lapját, szegény legény így éli világát. Úgy tetszik, hogy jó helyen
Hát valóban úgy tetszik, hogy jó helyen vagytok itt, és milyen mesét hoztál nekünk erre a mai alkalomra? A csillagszemű juhászt hoztam, és ezt szeretném elmesélni. Egyszer volt, hol nem volt? Messze távol, ahol még a bóhát részpatkóba verték, hogy az ingráncába ne botorkáljon, volt egyszer egy király. És az olyan hamis mérgös volt, hogyha egyet tüsszentve, kengyelfutók vitték hírül az egész országba, hogy a király egyet tüsszentve, s mindenki mondja, adj Isten egészségére. Mert aki nem mondta, halál fia volt, az 7 halálval ott meg. Na hát egyszer fogja magát, s tüsszent egyet a király. Repülnek a kengyelfutók, s lovas legények, vitték hírül az országba, hogy biz a király egyet tüsszentet, s mindenki mondja, adja Isten egészségére. Hanem egyszer csak jön vissza az egyik, úgy 3 nap múlva, s az galériánál fogva egy juhász legényt, hogy még csak ez nem akarja mondani, hogy adja Isten felséges király. Összeráncolja a szemöldökit a király. Nemé, hát mit mondtál? Én bizony, csak így hümmögött a legény. Már mikor nagyon morzsolta a király a kezét, akkor komolyabbra fordította a szót. Mit mondtál te? Hát én bizony azt, hogy adj Isten egészségemre. Egészséget? Akkor aztán megbökte az egyik legény, hallod-e, hogy beszélsz? Hát a király előtt állasz. Mit bánom, hogy a Poncius Pilátus előtt állok? És Poncius Pilátus, hát a király az. Akkor már nagyon mérgös volt a király. Igaz-e, amit beszélnek? Hát igaz-e? Na, azt mit mondtál? Adj Isten egészségömre, hát nekem nem kölle úgy az egészség, mint a királynak. Kül, de hát mégiscsak én lennék a király. Ekkor aztán már a nagy méregtől még egyet prüsszentett a király. A legény meg rávágta, adj Isten egészségömre! Akkor aztán a király azt mondta, hogy menjetek, vigyétek, vesétek a börtönbe. Hát ott ám az olyan börtön volt, hogy ahogy az ajtón belépett, volt ott egy mély kút, olyan 20 öles kút, a közepe kirakva kaszákkal, a kút felett meg egy mély raj lebegett. Hogyha megmozdul, azok megvadulnak, megcsípik, a nagy hadonászásba beesik a kútba, s ott összevágják a kaszák. De ám az egyik ajtónál megcsukta neki, hallod-e, a békerősz, mög ne moccanj! Úgyes volt. A legény megállt, elkezdtek rajozni a mélyek a szem előtt, az orra előtt, a füle körül, mindenfele, de a legény meg sem moccant. Úgy állt 24 órát. És akkor reggel jönnek, kinyitják az ajtót, megnézik, mi marad belőle. Hát a legény megfordul. Tám csak nem prüsszentett a király. De bizony prüsszentett, mit mondasz hát? Adj Isten egészségemre. Fogták, vitték a király elejébe. Az meg oly mérges lett. Hogy ez visszajön a 10 halálból, és még mindig azt mondja, hogy adj Isten egészségömre. Igen ám, de hogy szavam ne felejtsem, ennek a legénynek olyan szeme volt, mint a csillag, hogy akire ránézett,
annak még a szíve is nevetni kezdett. Ott állt az apja háta megett a király leján, hogy egyszer oda nézett a legény, rögtön szerelembe esett vele. A legénynek is tetszett a leány, de ezt a király nem tudta. Azt kérdi tőle, mondd a leát, hogy adj Isten egészségemre. Azt mondtam én, adj Isten egészségemre. Hogy mi esett a király órában, én nem tudom, de akkor áttüsszentett, és a legény felhangon tovább mondta, adj Isten egészségemre, adj Isten egészségemre. Király csak hebegett, habogott, s azt tudta csak mondani, vigyétek a 100 halálba. Ott ám az olyan börtön volt, hogy volt benne 100 akkora sündisznyó, amekkorát még én se láttam. Oly éhesek voltak. Azt gondolta a legény, előkapom én a furujámat, és hozzám fogott furujálni. Egyre gyorsabb nótát fújt, a sündisznyók meg táncra kerekedtek, egyre gyorsabban táncoltak, rabták a sündisznyók addig, még össze nem estek, leemperedtek, s aludtak reggelig, s a legényes lefeküdt csalódott. Reggel jönnek, nézik, mi maradt belőle. Szemük szájuk elállt a nagy csodálkozástól. A legény megvan, azt még furuljál. Igen ám, fogják. Viszik a király elejébe, hogy ők még ilyet nem láttak. Micsoda világ ez, ez még a 100 halálból is megmenekül, s még akkor is mély vígan van. Odáll a király elé. De akkor is ott állt a király leány, s egy táblára fel volt írva, mondja te szamár, adj Isten egészségére. Hát a legény mit gondolt, mit nem? Azt se tudom, hogy, de az a király megint prüsszentett egyet. A legény meg elkezdte sorolni. Adj Isten egészségére, adj Isten egészségére, adj Isten egészségére, adj Isten egészségére. Elmondta vagy 15-ször. Már mondták neki, ne mondd tovább, ne mondd tovább, kérhetsz akár, mit csak ne mondd tovább. De az csak hajtotta, adj Isten egészségére, adj Isten egészségére. Ne mondd tovább, néked adom a leányomat, csak ne mondd tovább. Akkor már csak abba hagyjuk, ha nékem adja a leányát. Mondta a juhász legény, a leány meg elébe ugrott, a nyakába ugrott. Rögtön papot hittak, megeskedték őket. Azóta is élnek, ha meg nem hódtak. De... ennek nem kell, hogy kegyelfutók vigyék a hírét, mert magától kérdezik a népök. Jó van-e a király? Prüsszentette a király? S ha prüsszentett, ha nem, adj Isten egészségére, azt mondják. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Juhász Zsuzsanna doktornőt, aki ráadásul ügyeletből szaladt ide hozzánk, úgyhogy azért van ilyen szép fehér ruhába, de reméljük nem kell elszaladnia most, és egy néhány mondattal beszélgetni tudunk. Zsuzsáról azt kell tudni, hogy ő Pásztón született, amely egy kis város a Mátra alján. Itt volt bölcsödés, óvodás és általános iskolás is. Mi alföldi emberek úgy gondoljuk, hogy a hegyi ember élete nagyon sokban különbözik a miénktől, a mindennapjai is. Ti is ilyen hegyoldali házba laktatok, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hát, mi is egy hegyoldali házba laktunk, és én tulajdonképpen akkor jöttem rá, hogy mi is hiányzik nekem, amikor egyetemista lettem, és Debrecenbe kerültem. Akkor vettem észre, ilyen itt meghúzzák az emberek a szánkot. Mi csak felültünk, és lecsúsztunk rajta, ahogy a hó leesett. Mi már gyakorlatilag kim voltunk a kert végében, összecsapódtunk egy jó páran. Aztán ment az a szánkó magától, és nem kellett azt húzigálni. És azt mondtad, hogy volt egy nagyon kedves doktor bácsi, aki sokat segített rajtad, és
Többek között miatta választottad már nagyon fiatalon ezt az orvosi pályát, hogy sokat betegeskedtél, vagy hogy emlékszel? Igen, tehát az én szüleim is nagyon sok mindenkihez állandóan dolgoztak, és hát én bölcsödébe kerültem, és a bölcsöde az pedig egy közeg. Tehát ott aztán jönnek a fertőzések, és mindig elmentünk a doktorbácsihoz. Tulajdonképpen nekem a legnagyobb és a legmegrázóbb élmény az volt, hogy én nem lehetek majd doktorbácsi. Az ilyen. Nagyon szeretünk így is doktornéninek is. Köszönöm szépen, úgyhogy ez a gyerekkor átlagos volt egyébként a betegeskedésből, de én mindig bíztam benne, és mindig annyira hálás voltam, hogy ő meg tud gyógyítani, mert beletörődtem, hogy már doktorbácsi nem lehetek, de legalább doktornéni. És nagyon szorgalmasan tanultál, mind végig. Igen, tulajdonképpen először nem is a tantárgyakért, nem is a tanárnénikért, hanem én szerettem volna majd doktornéni lenni, és azt mondták, hogy ahhoz nagyon sokat kell tanulni. És én gyakorlatilag a középiskolába jöttem rá, hogy tulajdonképpen a tudás az egy óriási hatalom, de egyébként végül is a célom felé visz, de ez a cél mindig is a gyerekgyógyászat volt. Férjed dr. Farkas Béla szülész, nőgyógyász. Ti együtt kerültetek Karcagra? Igen, mi már 5. évben szerződést kötöttünk a Karcagi Kórházzal, és 6. évre már szigorú éve ide jöttünk dolgozni, illetve hát még elméletileg a 6. év szigorú évét minden osztályon végig kellett járni, gyakorlatilag a férjem már a szülészeten, én pedig a gyerekosztályon kezdtem, és közben azért államvizsgázgattunk. Két gyermeked van, Kitti és Bécó, akik már felnőttek, de az ő gyermekkorukban ki volt, aki mesélt a családba? Meg volt nagyszülői segítség, mert hogy azért az orvosnak tudjuk, hogy nagyon sok plusz vizsga van még. Hát nem, gyakorlatilag nem volt segítségünk, mi Karcagra jöttünk, és Karcagon úgy jöttünk ide, hogy Nagy Iván 40 km környékén van innen, ahol a férjemék értek, és akkor már Miskolcon éltünk mi, tehát az pedig több száz kilométerre, tehát nem tudtak jönni, és aktívak voltak, mégis nem tudtak segíteni. Úgyhogy mi ketten próbáltuk ezt a dolgot megoldani, hogy dolgoztunk, és a projekt az volt, hogy mindig legyen egy ember a gyerekkel, és hát leginkább én altattam a gyerkőcöket, jutalmazás is nálunk a mese volt, tehát a csokoládét azt azért úgy kerültük, inkább a mese volt, akkor két mese, ha nagyon jó napunk volt. És a munkád során kerültél-e olyan helyzetbe, amikor segített a mese a kis betegeket lenyugtatni, vagy van-e olyan történeted, amit esetleg többször elmeséltél gyerekeknek? Hát a mese az mindig aktívvá teszi a gyerekeket, tehát gyakorlatilag a rendelőm is ebből áll, hogy mesefigurákkal vannak a függönyök, mici macskós nálunk, ami barátságot kölcsönöz már most a rendelőnek is. Aztán gyakorlatilag a óriási rakácski aszád, mint a farkas, tehát a mesefigurák, az ismert mesefigurák, ezek mindig jók, és hát természetesen a matricák. Hát azok a matricák, azok megint csak egy lekenyerezhető dolgok, azért mindent meg lehet csinálni, és hát hál' Istennek azok is mesefigurák. És amíg fölkészülsz a választott mesén felolvasására, addig hallgatunk egy új népdalt, az együttes előadásán. Sincsen,
Melyik mesét fogjuk hallgatni? Benedek Ellennek a gyűjtésében népmese, magyar népmese, a kanya. Köszönöm ezt az elővezetést az életbe. Ez egy szegény emberes mese lesz, és esküszöm, nem beszéltünk össze, de talán sikerül ezt, ezzel a szép bevezetővel ráhangolódni a mesémre. A banya. Hol volt, hol nem volt, még a világon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Nagy legény volt, mint a három, szerettek volna megházasodni. Mondják az apjuknak, hogy mit akarnak. Jól van, mondja a szegény ember, hanem elég, ha egyszerre egy fiam házasodik. Menjetek el, s amelyik a legszebb virágot hozza közületek, az házasodjék meg. A két nagyobbik legény a faluból ki sem ment. Mind a kettőnek volt kedvese, hoztak azok szép virágbokrétát. Hanem a legkisebbiknek nem volt senkije, semmije. Elment a faluból, mert nagy búsan hegyen völgyeken át. Egyszerre csak egy rengeteg erdőbe ért, a rengeteg erdő közepén meglát egy régi palotát, palota körül egy virágos kertet. Hely, Istenem, Istenem, sóhajt a legény, bezzeg ebből a kertből vihetnék szép virágokat. Amint így sóhajtozik magában, kijön a kertből egy csúnya vén banya, s kérdi, miért búsulsz te szegény legény? Mondja a legény, hogy mi kellene. Na, ha csak virág kell, gyere vele, adok én neked. Bevitte a kertbe, szedeszednél szebb virágokat, s azt mondta, ha valami még kell, csak jöjjön ide, majd ő segít rajta. Hazamegy a legény a szép nagy bokrétával, de az olyan szép volt, amilyet még emberi szem nem látott. Ahogy messziről meglátta a szegény ember, mindjárt mondta az idősebb fiainak. Na fiaim, az öcsétek házasodik, mert annak van a legszebb bokrétája. De az idősebb legények addig-azdig beszéltek, hogy így meg úgy tegyen még egy próbát, hogy a szegény ember azt mondta. Jól van, nem bánom, még egyszer próbáljatok. Aki a legszebb kendőt hozza, az házasodik meg. Elmennek a legények, az idősebbek a faluban a kedvesükhöz, a legkisebb az erdőbe, a vénbanyához. Neki dől a kerítésnek, s hát jön a vénbanya. No, fiam, mi kéne? Mondja a legény, hogy mi. Csak befordult a fén banya a palotába, s hozott a legénynek olyan szép aranyrojtos keszkenőt, hogy a szeme is káprázott a ragyogástól. Kaptak a bátyja is keszkenőt, de a legszebb az öccsüké volt. Olyan szép volt, ragyogó volt, hogy olyat emberi szem még nem is látott. Csodájára gyűlt az egész falu. Azt hitte minden léle, hogy a királytól hozta a keszkendőt. Mérgelődtek az idősebb legények, no, most meg az öccsük megházasodik, s ők szégyen szemre legények maradnak. Addig beszélnek az apjuknak, hogy még egy próbát tégyen. Azt mondja a szegény ember, hát jól van. Menjetek, s hozzátok el a kedveseteket. Aki a legszebb leányt hozza, az házasodik. Hiszen könnyű volt a két idősebb legénynek, mind a kettőnek volt kedvese a faluban. De Uramisten, hová menjen, merre facsarodjék a legkisebb legény, ugyan bizony kit hozzon ide, talán bizony a vén banyát, aki neki virágot s keszkenőt adott. Elindult a legény nagy búsan, bemegy az erdőbe, megáll, palota előtt, rákönyököl a kerítésre, szomorú az arca, mint a háromnapos esős idő. Kijön a vénbany, és kérdi, hát neked, fiam, mi bajod van megint? Hely, ne is kérjed, öreg anyám, mi az én bajom? Azt mondta az apám, hármunk közül az házasodhatik meg, aki a legszebb lányt viszi haza. Azért egyet se búsulj, fiam, gyere velem a palotába. Bemennek a palotába, s hát ott sincs egy lélek a vénbanyám kívül. No, fiam, mondja a vénbanya, itt van ez a kályha, csinálj tüzet. A hány lány kicsap a kályhából, annyi boszorkány ugrik ki belőle,
de te meg ne ijedj, csak állj meg bátran a kályha előtt. A legutolsónak s a legcsúnyábbnak egy csomó kulcs van a szájába. Te csak bátran kapd ki a kulcsot a szájából, mert különben a boszorkányok összeszaggatnak, a több ideát bízom. Azzal a vénbanya elment, a legényben jutott a kályhába, csak úgy ropogott, pattogott a tűz, és hát egyszerre kicsap egy láng a kályhából. A lángon egyszerre kiugrik egy boszorkány, úgy megijedt a szegény legény, hogy a hideg is kirázta. Kicsap a második láng, azzal a második boszorkány. Sugrották ki egymás után a boszorkányok, ahogy szerük számuk nem volt. Megtelt a szoba boszorkányokkal, csak úgy nyüzsögtek. Hát egyszer csak kiugrik az utolsó is, amelyiknek egy csomó kulcs volt a szájában. Neki bátorodik a legény, oda kap, kirántja a kulcsot a boszorkány szájából, és én halljatok csodát! Abban a szempillantásban a vénbanyából egy szépséges király lány lett. Nézi a legény. Szeme szája tárva marad a csodálkozástól. A sok boszorkány mind eltűnik a szobából, s jönnek helyettük a szép belső leányok, inasok, s mindenféle udvari emberek. Mondja a szép lány, ugye csodálkozol, te regény legény? Hát tudd meg, hogy én voltam a vénbanya, aki neked a világot, a keszkerőt adta. Az Isten vezéreljen ide, mert én elátkozott király kisasszony voltam, s az is maradok, ha te nem jössz ide. De az enyém, én a tiéd, első kapa, nagy harang válaszol ennénket. Aztán mindjárt felpakoltak, és mentek a szegény ember házához, hogy megtartsák a lakodalmat. De még csak most jött a falu csodálni, hogy a szegény legény király kisasszonyt hozott a házhoz. Ott mindjárt papot hívtak, csaptak lakodalmat, hét országra szólót. Nagy kedve kerekedett a szegény embernek, és azt mondta, Isten neki, nem bánom. Hát házasodjon meg a két legidősebb fiam is. Na, megházasodtak azok is, kaptak az öcsüktől házat, földet, s mindent. Akkor aztán a legkisebb legény fölkerekedett a feleségével, visszamentek a palotába, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Köszönjük a mesét! Harmadik vendégem, Fodor Józsefné Erika, aki katolikus hitoktató. Karcagon született, és ő büszkén mondja magáról azt, hogy ő hegyesbori lány. Kérdezem én, hogy az nem Karcagon van? Mikrofonra. Igen, hegyesbor az a város szélén van, és hogyha egy régi karcagi térképet megnézünk, akkor olvashatunk róla, hogy Karcagon több tájegységre van ér. Akármint most, amit ismertek, például a Lóger, akkor a Nagyvénket, ez pedig a hegyesbor. Egészen kint a kutatóintézetet jelenti ez a hegyesbor, tehát úgy mondom, hogy a multi áruházak után nem tudom kérdőket. Ott van egy nagyon szép arborétumunk, lehet, hogy ti már voltatok is ebben az arborétumban. Ott vannak ilyen dolgozóknak lakása, és én ott nőttem föl. Tehát ezért mondom azt, hogy én hegyesbori lány vagyok, tehát nem tanyasi lány. És majd egészen másodikos középiskolás voltam, amikor beköltöztünk. És ez azt jelenti, hogy ott több dolgozónak volt lakása, hogy több gyerek is lakott egy kis közösségbe, fiúk, lányok, nagyok, kicsik, és nagyon sokat játszottunk kint. Mi nagyon sokat kint voltunk a friss levegőn, eleinte ugye még tévé sem volt, és amikor meg már később tévé volt, akkor ugye szerettük nézni a meséket, de nekünk édesanyánk mesélt egy kicsit, amikor meg már megtanultunk olvasni, akkor mi már magunk is elolvastuk. Nagyon szerettem az akkori meséket, a Kockás fülőnyúl, meg Mazsola és Tádé, Frakka, Macskákrém, ez mai napig megvannak nekünk mesekönyvben, szerettem őket olvasni. Van egy 4 évvel fiatalabb testvéred, neki te meséltél? Igen, amikor már megtanultunk olvasni, vagy én, mert ugye én hamarabb megtanultam olvasni, akkor meséltem is neki, meg nagyon sokat meséltünk a játékainknak. Én sorba raktam a papáimat, maciaimat,
és akkor azoknak is meséltem, meg emlékszek rá, ilyen kis mini ellenőrző könyvet is csináltam nekik, meg tanítottam. És olyanra is emlékszek még, hogy a testvérem egy kicsit tőlebb távolabb játszott tőlem, és akkor arra emlékszek még, hogy összekötöttük ilyen tejfölös poharat egy zsinórral, és úgy telefonáltunk egymásnak. Tehát a mese az az életünk része volt. De nagyon sok minden érdekelt, az olvasás mellett a zene és a sport is fontos szerepet töltött be az életedbe. Milyen hangszeren játszottál és mit sportoltál? Még általános iskola másodikos koromban hegedültem, aztán még asztali teniszeztem is, most eszembe a későbbiekben kosárlabdáztam, meg kézilabdáztam, jártam énekkarra is, és középiskolás koromban meg a mese szeretetemből adódóan megmaradt az, hogy szerettünk meséket játszani, mert mielőtt tovább szaladnék, gyerekkoromra emlékszek egy olyan részre is, hogy mi előadtuk a kiskakas gyémánt félkarajcárját, és én voltam a török pasa, emlékszek rá. Nem hálás szerep. Igen, és középiskolás koromban meg irodalmi színpadra is jártunk, ahol nyertünk egyszer megyei versenyt is. Tehát úgy szerettem a meséket, a történeteket, a könyveket. De a szereplést is. Igen. A szereplést is. Három nagy fiad van, Dávid és az ikrek, Balázs és Bence. Dávid már úgy került iskolába, hogy tudott olvasni. Ezt te tanítottad? Beültetted a babák közé? Nagyon kis kíváncsi volt, és mindig kérdezte, hogy melyik betű melyik. Én nem akartam őt megtanítani, hogy majd az iskolában megtanulja, de annyira érdeklődő volt, hogy már megtanulta iskolás korára. És esténként, amikor meséltem nekik, akkor sokszor láttam, hogy nem aludtak el. Nem tudom, ti gyerekek el szoktatok aludni, amikor mesélnek otthon anyjék, nem aludtak el. És akkor kitaláltam, hogy lekapcsolom a villanyt, úgy mesélek. És akkor magamtól kitalált meséket kezdtem el mesélni, csak aztán én aludtam el hamarabb, nem a gyerekek. Úgyhogy a mese szeretet szerintem minden ivódott az első gyermekem Dávidnak is, és amikor megtanult olvasni, akkor ő csinált olyanokat, képzeljétek el, hogy a fotelt kifordított, a mögé volt, és mesélt. Először még nem tudott igazából nagyon meséket olvasgatni, mesélt a testvéreinek, meg még bábozott is. Úgyhogy így tovább ment a családba a mese szeretet. A családban segített ezekbe az esti mesélésekbe, vagy három fiú mellett azért nem unatkoztál, tehát ki volt még segítség? Amikor sajnos betegeskedtek, akkor a nagymamák is segítségünkre voltak, tehát ők is, néha a férjem is, de igazából így közösen, tehát mindenki. Én is meséltem, a gyerekek is, mikor már nagyobb acskák voltak maguknak. Sokáig a Szent Pál Marista általános iskolában dolgoztál, akkori Zádorban, és akkoriban én tudom, hogy még a nyelvet is megtanultad. Tudsz még cigányul? Igen, régebben nagyon érdeklődtem, és akkor megtanultam, és a nyelvvizsgát is megszerettem a lovári cigány nyelvből. Sajnos nagyon keveset használtam, tehát nagyon picit, egy-két szóra emlékszek még, úgyhogy majd meglátjátok, mert... Van meglepetés. Igen. Cigány népmesét hoztál nekünk, hiszen nem csak a magyaroknak van népmeséje, hanem minden népnek van népmeséje, és amíg felkészülsz a mesére, addig meghallgatjuk az újabb népdalt. Sejruszmarin, ruszmarin, leszakadt rólam az ím, van már nékem kedvesem, ki megvarja az ingem. Sejrez a dal, ez ő karcsú a lány dereka, karcsúnak is kell lenni, karcsú legény szereti. Ej, kender ma, jaj, ne büszke legény vagy, mit ér a büszkeséged, ha nincs szép feleséged. Ej, kis kaplan, benne a sor mosatlan, most el kislányt az edény, úgy öled meg a legény. Ej, szeg, fűszeg, a legénynek nem hiszek, mert a legény nagy csalód.
esnek, és látom, hogy a fiúk is tapsoltak, pedig ez a dal most egy kicsit nekik nem volt olyan kedves. Halljuk a mesét. Kisbögre, nagy kanál. Karsai Ervin fordította le ezt a cigány népmesét. Az ő meséjük így kezdődik mindig. Volt, hol nem volt egy kis falucska. Cigányul így szól, Sas Kajnas, Sas Jekcsino Gavoro. Ennek a kis falunak a végén volt egy házikó. Ott élt egy özvegy cigány a gyerekeivel együtt. Egyedül nevelte őket, mert a felesége már hamar meghalt. Ez az öreg cigány napról napra bánatos volt, mert nem tudott enni adni a gyerekeinek, és egyre kevesebb pénzük volt, egyáltalán már nagyon el is szegényedtek. Egyszer csak azt mondja, Muradevla, Istenem, könyörgött, ne adj nekik betegséget, csak egyszer segíts rajtuk annyi ennivalóval, hogy jól lakjanak. Ezután vette a tarisznyáját, úgy gondolta, hogy elmegy a faluba, talán kéreget annyit, hogy a gyerekeknek tudjon enni adni. Amint megy, ő sem tudta, hogy merre, hová, de elindult, és a nagy szomorúságában csepegtek a könnyei. Egyszer csak útközben megállította egy asszony. Lássa, hogy Gyógyesz bácsi. Jó napot, bácsi. Vituk-e neked is? Nézett csodálkozva az asszonyra vissza a cigány ember. De aztán ment tovább. Tordjú Feri bácsi, állj csak meg, bácsi. Te vagy az a jós cigány, aki tud segíteni az embereknek? Meszom, én vagyok, mondta a cigány, és akart menni tovább. Hallgass rám, van nekem egy fiam. 7 éves, de mióta megszületett, egy szót sem szólt. Nem tud állni, nem tud enni, egész nap csak egy bögre tejet iszik. De a feje akkora, mint egy fazék, és az arca olyan öreges. Mondta nekem a szomszéd öregasszony, hogy a fiamat kicserélték az ördögök, és a helyébe tették azt, aki otthon van nekem az ágyon. Az öreg cigány elámult, egy szót sem tudott kiadni. Nézett a csodálkozástól, azután azt mondta, Mistoly Murigázsi, jól van asszony. Én segítek rajtad, de mit fizetsz nekem? Van nekem gazdagságom. Mind neked adom, csak hozd vissza az én igazi fiamat. Jól van, vigyél engem a házadhoz, hadd nézzem meg azt a gyerekedet. Elmentek haza, ahol az asszony lakott. Az öreg nézte a kicsit, hogy nagy feje volt, tényleg, mint egy fazék. A cigány elővett egy nagy kanalat és egy kis bögrét. A bögrét teleöntötte tejjel, és a kicsi elé tette. A kicsi nézte, mi van előtte, aztán megszólalt. Már 700 évet éltem, de ilyen csodát nem láttam, kis bögréből nagy kanállal egyek. Azután az öreg cigány befűtötte a kemencét, és odaültette a gyereket egy lapátra, ott oda, ahol a kemence szája volt, egészen közel, és meggyújtott egy gyertyát, tett oda egy pohár bort, és ezt mondta. Ha te ördögtől vagy, fújd el a gyertyát, itt ki a bort, és cserélődj ki. Egy nagy szél kerekedett, a gyertya elaludt, a bor elfogyott, és a fiú hopp, bement a kemencébe, amikor nagy tűz lett. És abban a pillanatban azután a lapáton egy másik szép fiú ült ott. Ő volt az igazi. Itt van a te igazi fiad, mert a másik ördög volt, hogy a cigány ember. Az asszony nagyon örült a fiúnak, hogy az öreg segített neki. Adott neki sok pénzt, ennivalót, amit az öreg cigány ember nagy örömmel vitt haza, és boldog volt, mert most már tudta, hogy nem lesz éhség, és nem lesz szegénység. Ennyi az én mesém. És nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat kis János, aki nem arról híres, hogy mesélni szokott nektek, hiszen a pályán arra nincsen idő.
de most azért megpróbáljuk őt is erre rávenni. Ő Karcagon született, óvodás korában az óvónénik nagyon sokat meséltek neki, és ő akkoriban szerette meg a meséket. Szüleitől is nagyon sok diafilmet kapott, és ahogy ő mondta nekem, ők sokat-sokat diáztak. Hogy kell ezt elképzelni, ezeket az alkalmakat, kikkel diáztál, és egy kicsit mesélj róla a gyerekeknek, mert az, ők nem biztos, hogy tudják, hogy milyen is az a diázás. Hát kaptam mesekönyvet is, meg diafilmeket is. Most egyébként reneszánszát éli a diafilm mese, bár igen, most csodára. Próbáltunk ugye beszerezni a gyerekeimnek is meséket. Részben sikerült, illetve a régről megőrzött régi diákat vettük elő, és akkor azokból mutattuk meg, hogy tulajdonképpen miért is ez a diafilmezés otthon. Ez az, amikor ugye a gyerekeknek mondjuk, hogy egy állóképet láttuk, és alatta ott van a szöveg. Én is nagyon szeretem, mint könyvtáros is, hiszen van alkalma a gyerekeknek olvasni, és már amikor meg állókép, meg lehet állni, lehet róla beszélgetni, meg lehet rajta mutogatni dolgokat, tehát egészen más élményt nyújt, mint a készen kapott mesefilm. Miután megtanultál olvasni, igazi könyvmoly lettél, és én ennek nagyon örülök, mert egy kicsit most azt is népszerűsítjük, hogy igenis szerettünk olvasni nagyon. Milyen könyveket olvastál legszívesebben? Van-e? Hát a kötelező olvasmányokon kívül szerettem a Fekete István könyveket. Azt akár többször is elolvastam. Már amikor felső is lettem, akkor azért előszeretten inkább a mesékre tért kanyarodtam vissza, mint egyéb könyveket olvastam volna. A szép leírásokat szeretted, mert valószínűleg a természetet is szeretted akkor. Igen, igen, igen. Jó testnevelő tanáraid voltak, akiket nagyon sokan ismernek a felnőttek közül, és hamarosan fel is fedezték a te tehetségedet, de hogy ez a hamar, ez mi volt? Tehát milyen korán kezdtél te sportolni, és milyen sportágokba jeleskedtél? Hát 83-ban, amikor voltam harmadikos, akkor jött be Őrlő Zoli a iskolába, és ugye mosába osztobozott játékosokat, gyerekeket, és hát úgy gondoltam, hogy nekem ez miért is lehetne, volt más nem keresett meg korábban, nem úgy, mint ugye most. És hát elkezdtük az edzéseket látogatni, ezt most ugye a fiataloknak mondom, akik ugye hozzám jönnek edzésre, hogy a 4.-5. edzés után az Oli bácsi azt mondta, hogy ha még egyszer így viselkedett, talán nem kell többet edzésre jönnöm. Megváltoztam, és itt ragadtam. Mikor döntötted el azt, hogy a pedagógus hivatást választod? Hát amikor felsőbe kerültem, akkor Szecskó Frédi lett a testnevelő tanárom, és egy varázslatos személyiség volt, és úgy döntöttem, hogy én azóta tulajdonképpen az akarok lenni, ami vagyok. És onnastól kezdve tudatosan készültem erre a pályára. Tehát tanítani szeretél volna, és nem az élsportba fölmenni, vagy ez... Hát az... Igazából nyilván versenyző szeretett volna lenni az ember, de így alakult, hogy ez volt a fő irányvonal. Hogy ameddig tehetjük, addig sportoljunk a legmagasabb szinten, ha meg... Mi volt ez a legmagasabb szint? Hát NB2-be játszottam, illetve voltam próbajátékon NB1-be is, de már elkerült a szerencse. Középiskolában tanítasz délelőtt, délután pedig a legkisebbeket edzed. Ilyen könnyen alkalmazkodsz a korcsoportnál, tehát nem okoz ez gondot neked? Nem, most már nem okoz gondot, de régebben el nem tudtam volna képzelni, hogy a legkisebbekkel fog foglalkozni. Amikor összejöttünk a gyermekeim anyukájával, Vikivel, és bárhol leültünk egy fagyit megenni egy étterembe bárhol, rendszerint egy 4-5-6-8-10 fős család ült le mellettünk iszonyú hangzavarral, és akkor az kicsit furcsa volt, most már abszolút természetes, tehát nem okoz problémát ez a történet. Két nagy fiad van, ők is sportolnak, mennyi idősek és mit sportolnak?
Zsigmond fiam az annyira nagy, hogy ő már most 8 éves és második osztályos. A kisebbik fiam János, ő annyira nagy, hogy nagy csoportos óvodás. Hát de azok már nagy fiú, már nem. Igen, persze. És tavaly Zsiga elkezdett új kosár edzésre járni, maradjunk ennyibe. Nincsenek most így? Nincsenek itt most. Most mondhatnám, hogy még a terveisben vannak, de már valószínűleg otthon vigyáz rájuk az egyik családtag, sokan. És idén úgy alakult, úgy fordult, hogy Zsigáikat én vettem át, és akkor mondtam, hát a Jancsó elfér abba a csoportba, és most így mind a ketten ott pallírozódnak nálam. És a kis család mit csinál a szabad idejében? Tehát akkor is sportolunk, vagy hogy fér bele, beleférte az olvasás ebbe a sok mindenbe, vagy erről beszélj nekem egy kicsit? Hát belefér az olvasás valamilyen szinten. Próbálkoztunk megmérgezni őket a meséléssel. Hát nekem annyira sikerült igazából, hogy bármikor elkezdtem mesét olvasni, én állandóan beleásítottam. De hogyha udvari játékot játszunk, csak egy egyszerű bújocskát, és elkezdek számolni, abba is beleásítok. Tehát, hogy így a gyermekeim anyukája vállalta magára ezt a feladatot, hogy ő olvasott nekik mesét. Reméljük, hogy most nem fogsz beleásítani, úgyhogy amíg fölkészülsz, addig hallgatjuk az énekkartól a következő néptől. Kőleves egyik feldolgozását osztottam. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy háborúból hazatérő szegény katona. Rongyosan és éhesen ment ki egyik faluból a másikba, de bizony nem kínálták meg sehol se egy falás kenyérrel, vagy egy kis meleglevessel. Megkéreckedett az egyik házhoz is, kért a másik háznál is. Volt, ahol a kutyát is ráeresztették, máshol meg olyan szegénynek tettették magukat, mint akinek semmiük sincsen. Elhatározta magában a katona, hogy a következő faluban bemegy a legelső házba, és lakjon ott bárki, levest főz magának. Ahogy beért a faluba, föl is vett az útról egy követ, és bement a legelső házba. Egy öreg asszony lakott ott. Jó napot, öreg anyám! Adjon Isten vitéz, uram! Hát, hogy mint szolgál az egészsége? Az enyém szolgál, hogy szolgál, hát a vitéz uramnak, hogy szolgál? Nekem is éppen úgy szolgál, ahogy szolgál, de nagyon éhes vagyok, és úgy ennék valamit, ha volna, aki szívesen adna. Jaj, lelkem, vitéz uram, adnék én, ha volna, de én is olyan szegény vagyok, mint a templom egere, semmim sincs, tiszta üres a kamrám, üres a padlásom, üres mindenem. Még egy falás sincs idehaza. Jó van, mondja a katona. Én nem vagyok annyira szegény, mint az látszik. Van itt a zsebemben egy jó nagy kő. Ebből én tudnék levest főzni, csak kéne egy üstöcske, vagy egy fazék, amiben megfőzhetnék. Kíváncsi lett nagyon az öregasszony, milyen lehet az a kőleves. Fazekat éppen adhatok, mert az van elég, mondja az öreg asszony, csak az nincs, amit beletehetnék. Megmosta a katona a követ jó alaposan, aztán beletette a fazékba. Az öreg asszony tüzet rakott, a katona vizet töltött a kőre, és oda tette főni. Időként egy jó hosszú fakanállal megkeverte a vizet. Leste az öreg asszony, hogy mit csinál a katona. Amikor a víz már forrt, a katona megkóstolta a levest. Finomnak finom, mondja.
De ha egy kicsi só volna benne, akkor még finomabb volna. Hozok én sót, van nekem! Sürgődött az öregasszony, és már hozta is. Beletette a katona a levesbe a sót, megkevergette, jó, és azt mondja. Tudja, ha lenne egy kanálka zsírja, akkor lenne igazán jó ez a leves. Felelt el az öregasszony, van nekem az is, hozok én. Hozott egy kanál zsírt, azt is beleeresztették a fazékba. Kevergette a katona a leves, kóstolgatta, az öregasszony megleste. Azt mondta egyszer a katona. Tudja, én gyakran főzök kőleves, és elmondhatom, hogy a kőleves akkor a legfinomabb, ha egy kis kolbász is kerül bele. Ha nekem kolbászom is, vallotta be az öregasszony, hozok én egy darabot a kamrából. Be is ment a katona, meg utána kiáltott. Hozzon akkor már két darabot, öreganyám, mert nekem is egy darab, meg magának is. Hozok, hozok, kiáltott vissza az öregasszony, és már hozta is a két darab kolbászt. A katona beletette azt is a fazékba, közben szép lassan kevergette, kóstolgatta. Tudja, szólalt meg újra, ha volna egy pár szem krumplija, azt még beleapríthatnánk a levesbe, és ha még egy kis zöldség is kerülne, az volna csak igazán felséges. Van nekem az, büszkékedett az öregasszony, mindjárt hozom is. Hamar hozott egy pár zöldséget, krumplit, azt gyorsan megkuszolták. Végül azt mondta az öregasszonynak, kóstolja csak meg, maga is, hogy milyen jó. Megkóstolta az öregasszony is. Jaj, hát soha nem hittem volna, hogy kőből ilyen jó leves lehessen főzni, csapta össze mindkét kezét. Hagyták még egy kicsit főzni, aztán így szólt a katona. Állj, még egy pár szendrizs, de jó lenne bele, de jó lenne, ha volna. Bár ugye nincsen, gondolom. Van nekem az is, bólogatott az öreg asszony. Hamar még egy pár szendrizst is hozzátettek. Felsóhajtott a katona. Na, most már tisztára olyan ez a leves, amilyeneket én szoktam főzni. Megvárták, hogy megfőjön, aztán a katona szedett egy jó nagy tányérral az öregasszonynak, egyet magának, és jó ízűen megették. Az öregasszony nem győzött csodálkozni, hogy miként lehet a kőből ilyen jó levest főzni. Amikor jól laktak, kérdezte a katonától. Mondja, vitéz uram, nem adná el ezt a követ? Sokszor az sincs, amit főzze, és ebből milyen jó levest tudnék én főzni? Eladom én szívesen, felelt a katona, elmosolyodott a bajsza alatt, majd hozzátette, 5 aranyért odaadom. Az öregasszony hamar odaadta az 5 aranyat, kivette a levesből a követ, egy kendőbe betakargatta, s jól eldugta. A katona meg elsomfordált az 5 aranyjal, nehogy az öregasszony meggondolja magát, így már jó is lakott, volt neki 5 aranya, és vígan rótta estig az utat, amíg nem talált megint egy olyan öregasszonyt, aki nem tudta, hogyan kell megfőzni a kőlevest. Ott aztán újra jól lakott. Hát ez volt a kőleves története. Éljetek úgy, hogy nektek sohasem kelljen megkóstolnotok. Köszönöm a mesét, és akkor még van egy meglepetésünk az együttestől. Szeretném, hogyha a közönség is segítene ebben az énekben, hiszen a szegény legényről szóló éneket sokan. Szegény legény vagyok én, erdőn mezőn járok én, krajcárom sincsen, elszakadt az inkem. Van egy gyógyas mesélőinknek ezt a mai délután, és szerintem Karcagon most szépen megünnepeltük a népmese napját. Szeressétek a meséket, és rajzoljatok is, olvassatok is sokat, jó? Köszönöm szépen Ferenci Péter Irénkének. Nagyon szívesen, és köszönöm a megszületést.
énekarosok maradjanak ki, a fiú rejtőkönyvet kapna, a hölgyek pedig gyógyító étkezést. De nem tőlem ez, nem tőlem. Szerintem. Kellemes estét kívánok mindenkinek, hogy elfogadták.